van, de hamarok ezt a törökségbe. Hova megy ki? Alexandra, nem fél. Muszodába. Nem kéne foglod akkor, nem fél az ég. Korlatilag a Soproni Tájvédelmi Körzet szélén vagyunk a Brembergi völgyben, az Orzon Campingben, erdei iskolában. Itt van a szállás, de a programok napközben kint terepen történnek. Bejárjuk az egész környéket, Soproni hegyvidéket, Szárhami erdőt, Fertő melléki domsort, Fertő tájat, világörökségi területeket, Fertő Hanság Nemzeti Parkot. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon komplex programon vesznek részt az 5 nap alatt a gyerekek. Ugye idén most Bábolnáról 3 csoport is volt, 4-esek és 5. osztályosok. Bentlakásos erdei iskoláknál 3. osztálytól egészen 8-ig jönnek gyermekek. Gyakorlatilag a program helyszínek ugyanazok minden korosztálynál, csak nyilván az előadásmód, illetve az elmélyülése az anyagnak, az más korosztálynak megfelelő. Tehát nyilván egy kisebbekkel több a játékos dolog, nagyobbaknál azért már több szakmai dolgot is lehet tanítani. Nagyon szépen szívják magukba a gyerekek egyébként az ismereteket. Ez kitűnik a erdeiskola végén megtartott vetélkedőkből és ottani teljesítményekből. Célunk az, hogy a tananyaghoz kapcsolódjon, hogy a pedagógusok erre tudjanak építeni egész évben, amit itt tanulnak. Amellett persze nagyon fontos, hogy lássák a gyerekek, hogy a természet sokszínűsége mennyire gazdag, összefüggéseket megértsék. Tehát nyilván a újdonság erejével is hat a legtöbb gyereknek, mert nagyon sok gyerek még éjszaka például erdőbe életében nem volt, ugye az éjszakai túrák során, vagy soha nem volt még esetleg szikes csónát, tehát nyilván nagyon sok újdonság is van a gyerekeknek. Az első nap ugye, akik először vannak még erdéskorában, kicsit furcsa az, hogy itt most kint terepen vagyunk, iskola, de ugye nem ülünk a padba, menni kell közben, furcsa nekik. Tehát ezt lehet látni, hogy első nap még olyan kis szétszórtak. És akkor a második, harmadik naptól kezdenek belerázódni. Tegnap előtt elkezdték mondani, hogy milyen kár, hogy hazamegyünk lassan, tehát, és egészen átállnak. Ugye ezt kellene aztán az egész évben megőrizni. Hát ez a Magdi néniékre, illetve a pedagógusokra hárul, akikkel voltak a gyermekek, hogy ezt megőrizzék, ezt az 5 napot, mert nyilván az év 360 napjához képest az 5 nap kevés, de bízunk benne, hogy ez mindenféleképpen maradandó élményt fog nyújtani a gyerekeknek. Első nap, amikor délután megérkeztünk, akkor a Soproni hegység élővilágát a Ciklámen tanúsvényen mentünk keresztül. Az ott lévő fafajokat, látszáró növényeket ismertük meg, és az esti órákban pedig a gyerekek egyrészt a táborban lévő szokásokkal, a tábori felszerelés, hogy kell egy táborban felöltözni, milyen útvonalon jöttünk, hogy kell tulajdonképpen élni egy ilyen erdeiskolában, ez volt az első napi fő témánk. Második nap a Fertőrákosi kőfejtő, a Nagycenki hásvasor, és közben a Glorietta kilátó, Fertőtó, Fertőtó nádasa, Fertőtó élővilága és hajókázás. Második nap elsősorban a madár megfigyelés volt az a fő szempont, amit a gyerekek meg tudtak nézni. Távcsővel, távcsöves megfigyelések, közelről Balázsnak egy nagy távcsővével tudták a madarakat és a víznek az élővilágát, a benne lévő lárvákat tudtuk megfigyelni. Az első nap, amikor végigmentünk a Soproni hegységbe, épp azt mondtam, hogy a 6. tananyag erdő című fejezete az 1:1 benne van, hisz a tölgyfától kezdve a bükkfáig, a gyertyánig, tehát az összes ilyen jellegzetes fafélét, jellegzetes cserjék, azoknak a levelét, törzsét, a avarnak az élővilágát, tehát megismerhették az a gyerekek. A mostani osztályom, tehát az 5-esek még nem voltak, ők most vannak itt először. Én úgy látom, hogy a nagy érdeklődéssel hallgatják és jönnek végig a terepen. Másrészt ugye a csoportvezetőnk, a Molnár Balázs fantasztikusan ért a gyerekek nyelvén, tehát olyan dolgokra fölhívja a gyerekek figyelmét, ami más elmegy mellette, tehát észre se veszi. Én azt szeretném, hogyha valóban olyan jellege lenne ennek az erdeiskolának, hogy vonzóvá tegye a gyerekek számára, lássák azt, hogy van értelme eljönni, nem egy haszontalanul eltöltött idő, rengeteg információval gazdagodnak, tanórához tudjuk kapcsolni, és az a lényeg, hogy témakörök szerint akár később a földrajz vagy a történelmi ismereteiket ki tudják ezzel egészíteni. Tehát nagyon szeretném, hogyha ez a társaság, hisz azt tervezzük, hogy a 6. korosztályig, tehát 6. bezárólag lehetőleg ugye minden osztály eljusson,
ennek részben anyagi vonzata is van. Hát az idejében is sikerült a pályázata nyernünk pénzt, ezzel segítve a szülőknek a költségeket. Hát várjuk a jövő évi kiírást, tehát az erdei iskolához. Szeretnénk, hogyha akkor jövőre is tudnánk pályázni. Természetesen a helyi önkormányzat és az alapítvány is, ami a szülőknek a hozzájárulása, tehát azzal is támogatják a gyerekeket, és a szülői hozzájárulás, hisz a költségek emelkedtek, de szeretnénk, ez egy folyamat lenne. Most örömteli az, hogy bizonyos osztályok már idejében is a harmadikasok, a harmadik évfolyam, negyedik évfolyam, azt lehet mondani, hogy majdnem teljes létszámmal ment. A mi osztályunk az teljes létszámmal itt van. Két olyan hetedikes tanuló van közöttük, akik nagyon szerettek volna még eljutni ide. Ők is jól érzik magukat. Tehát ezt a elkezdett környezettudatos nevelést szeretnénk folytatni. Tehát nagyon fontos, hogy most már ott vagyunk az Unióban, hogy lássák a gyerekek, hogy milyen fontos a természet, és vele együtt kell élni hosszú távon.